Ahogyan ígértem, elérkeztem egy újabb félelmetes barlangász esettel, mivel láttam, hogy hatalmas rá az igény, és ezeket én is szeretem csinálni, akkor miért is ne lehetne belőle még több, ezért ebben a videóban elhoztam Floyd Collinsnak a rémisztő történetét. Ha nem vagy félős, kérlek hallgass végig ezt a sztorit az elejétől a végéig, hisz valami elképesztő, hogy emberek unalmukban már milyen dolgokhoz tudnak folyamodni, és milyen rettenetes hobbikat tudnak végezni. Hogyha azt gondoltad volna, hogy nincs még egy olyan ember, mint John Jonis, aki konkrétan belemászott a saját sírjába, tévedtél, mert több ilyen történet is van. A férfi 1887-ben született, Kentuckyban. Floydot már kiskorától kezdve érdekelte a barlangászás, a barlangok felfedezése, és későbbiekben ezt a kíváncsiságát tovább is fejlesztette. Végül is hobbivá vált számára. Minden a kristálybarlanggal kezdődött. Ez a barlang apja termőföldje alatt volt. Floyd annyit járt oda le, hogy már rendesen egy turisztikai látványosságot csinált belőle. Egy-két dolgot még át is alakított lent. Floyd idejében, amikor élt, még a barlangturizmus egy nagyon fényes, jövedelmező, nagyon versenyképes üzlet volt. Szóval volt egy kis feszültség a barlang tulajdonosok közt, lehet így is mondani. Ezt az időszakot sokan csak barlangháborúknak nevezték. Ez a kristálybarlang egyáltalán nem hozott elegendő bevételt ahhoz, hogy ez nekik megírje. Ha jól sejtem, valószínűleg azért, mert egy nagyon kieső, távoli pusztán volt egy főút mellett, és igazából nem esett túlzottan útba senkinek, maguktól pedig, mint konkrét úticél, nem sokan mentek el. Amire odaértek volna a látogatók az ő barlangjukhoz, már néhány mellett elhaladhattak, szóval aki nincs képben a környékkel, az valószínűleg nem a negyedik barlangba fog bemenni, ha csak nem egy olyan látványosság, amit mindenkit meg kell nézni, szóval a látogatók elmentek másik barlangba. Ekkor jött képbe a homokbarlang, ami később nagyon nagy szerepet fog kapni a videóban. Hisz sajnos Colinnak ez a barlang jelentette a végét. Floyd ismert egy másik barlangot. Ugyebár ez volt a homokbarlang. Basely Doyle tulajdonában volt, ez a barlang viszont már sokkal jobb környéken volt, jó volt az elhelyezkedése, szép ingatlanok voltak a környéken. Floyd meg akart nézni más homokbarlangokat is, például a Mamut barlang is közel volt, viszont Floyd megállapodást kötött Baseleyvel. Igazából akié volt a homokbarlang, hisz az a ő területe volt, megállapodtak, hogy megosztják a haszont, hogyha a barlangot népszerűvé tudják tenni. Először 1925. január 30-án lépett be a homokbarlangba Colin. Egyetlen egy zseblámpával. Viszonylag Floyd rövid időn belül rájött, hogy sok kihívás áll előtte, nem feltétlen kellene tovább indulni, főleg, hogy csak egy zseblámpa van nála, amikor már kezdett tényleg nagyon szűkös lenni a hely. Alapvetően úgy haladt előre a járatban, hogy az egyik keze elő volt, azzal világított, a másik pedig az oldalánál, azon kapta magát, hogy már szűk folyosókon préselődik át. Az egyik ponton már olyan szűkös volt tényleg a járat, hogy trükköznie kellett, hogy a hasa alá rakja a karját, próbálta magát átnyomni a legszűkebb réseken is. A kutatók szerint azért is juthatott el idáig, mivel innentől már látható volt egy tágasabb rész, és minden bizonnyal át szeretett volna ide jutni, esetleg, hogy megforduljon, vagy tovább menjen, ezek tisztázatlan dolgok, de Floyd tisztában volt azzal, hogy mit csinál. Felmérte, hogy itt baj lesz, és vissza akart fordulni. Ahogyan próbált visszatolatgatni, a járat felső részéről a lába letört egy 27 kilós sziklát, ami teljesen elszorította a bokáját, szinte az egész lábát, szóval ott ragadt. Nem tudta kihúzni egyszerűen a lábát, de sajnos szerintem ilyenkor már kissé el volt pecsételve neki a sorsa, szóval elég reménytelen volt már itt a helyzet. És kérlek, hallgass végig, mert itt kezdődik az a történet, ami miatt most is itt beszélek róla. Miután kiderült, hogy Floyd csapdába esett, az erőfeszítések lassan felpörögtek, mindenki, aki tudott, próbált jönni segíteni. Jöttek mérnökök, geológusok, barlangászok, mentők, mindenki kijött. Mivel ez egy kisebb város volt, nem kellett sok idő, hogy mindenki megtudja, hogy mi történik a barlangnál. Nagyon sok önkéntes kijött segíteni akartak, még jöttek ki akkor riporterek is, és szinte az egész város azon volt, hogy Floydot felhozzák. A hagyományos eszközök sajnos kudarcot vallottak. Egyszerűen a szűk járatok miatt el sem tudtak jutni Floydhoz. A következő volt a terv. Elkezdtek ásni egy hatalmas aknát, hogy elérjék a mentők Floydot. Fontos, hogy itt megint csak hosszú órákról beszélünk, nem pedig percek alatt történt ez mind, hanem szinte egy egész napot, estét igénybe vett. Az időjárás esős volt, hideg, sajnos nem volt olyan egyszerű ezt az aknát megásni, és gondolni kellett az omlásra is, hogy nehogy a járatok beomoljanak, és akkor aztán tényleg nulla remény lett volna, szóval végül is olyan szinten elhúzódott ez az egész, hogy 17 napon át tartott az akció. Több kísérlet is volt Floyd megmentésére,
de mindegyik kudarcot vallott. Igazából arról sokat nem lehet tudni, hogy miből is gondolták azt, hogy mondjuk 10-15 nap után még mindig életben lehet Floyd, valószínűleg csak a remény volt. Ekkor már mindenki a homokbarlangról beszélt, rengeteg cikk született, mindenki erről beszélt. Az államnak csapatokat kellett küldenie a rend fenntartásához, ahogy mondtam, érkeztek riporterek. Az egyik legfigyelemreméltóbb riportert meg kell említeni, hisz állítólag William Burke Miller, aki egy nagyon alacsony embernek számított, már állítólag többször is járt ebben a homokbarlangban, és most is lement, hogy megpróbáljon Floyddal kommunikálni. Később ezért Pulitzer díjat is kapott. Sajnos a sztori vége elég tragikus. Már a 18. napnál tartunk, amikor is végre sikerült elérni Floydnak a szintjét, ahova beszorult, az aknát lásták addig, 55 láb mélyre ástak le. Reménykedtek, hogy még menthető a helyzet, de sajnos késő volt. Floyd Collins-t halottnak nyilvánították. Ezután a homokbarlangot lezárták, és a testét, mint a Johnos helyzetnél, itt is lent hagyták, hisz túl kockázatos lett volna felhozni. Viszont itt csak pár hónapig, hisz később mégis onnan eltávolították, mert a család ezt szerette volna. Ez a történet is szerintem rettentően tanulságos, hogyha valami ilyen kockázatos dologra készülsz, mindig inkább számoljál magadban 10-ig, kérdezd meg mást is, nehogy hülyeséget csinálj, és még véletlenül se kezdjen bele bárki, főleg tapasztalat nélküli ember. Most nem pont a barlangászatról beszélek, hanem az életed során akár bármilyen ilyen akcióról. Ha szeretnétek, hozni fogok több ilyen történetet is, nem feltétlen csak barlangászattal kapcsolatosan. Ha van igény rá, kérlek, írjatok egy kommentet, esetleg lájkoljátok be a videót, nézzétek meg ezeket is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Nyugodjon békében!